következő percekben Kispál Gyöngyi projektkoordinátorral beszélgetünk egy különleges projektről és szervezetről. Ez a D2 szervezet. Ez micsoda? Mi ez, hogy D2? A D2 ifjúsági központ az 2013. december 2-án indult, hogy a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Egyik egységeként működik azóta is, és középiskolás fiataloknak kínál délutáni elfoglaltságokat, illetve különböző olyan fejlesztő tevékenységet, ami segíti őket akár a tanulmányaikban, akár pedig a későbbi felnőtté válásukban. Ilyen volt a LIBA projekt is, ami szintén ilyen fejlesztő. Jó, erre mindjárt rátérünk. Miért hívják D2-nek? Ez mit jelent? Dózsa utca 2 a címünk, illetve december 2-án is indultunk, de elsősorban a Dózsa utca 2 az, ami miatt ez a név jött annak idején, amikor így több variáció volt a nevünkre, és gondoltuk, hogy ez így rövid vonzó lehet a fiataloknak is. Könnyű kimondani, úgyhogy azóta is ez van. Ez a régi ifjúsági irodákhoz hasonlít, ugye? Azt hiszem, ez a kis szervezet, mondhatni? Igen, tehát ugye mi ennek a Városi Gazdasági Társaságnak a részeként működünk, és van egy irodarészünk, tehát mint ifjúsági iroda, ahova be lehet jönni, különböző információt tudunk adni fiataloknak, akár olyanoknak is, akik mondjuk nem járnak rendszeresen oda. Eurodesk partnerek vagyunk, ami azt jelenti, hogy nemzetközi mobilitással kapcsolatos információt is tudunk ebben az irodában adni. Emellett pedig közösségi terünk is van, azaz több terem, ahova be lehet jönni, és a délutáni időszakban, az iskola után ott lehet tölteni az időt. Vannak szervezett események, ugye rendszeres klubprogramok, kisebb-nagyobb ilyen tematikus rendezvényeink, de emellett be lehet csak úgy jönni is, hogyha valaki szeretne bent tanulni, vagy olvasni, vagy társasjátékozni, akkor el lehet tölteni az időt. Ugye volt most egy projektetek, ami gyakorlatilag sikerrel lezárult. Erről egy pár szót mesélj nekünk, légy szíves. Ez egy 2 éves projekt volt, ami 19. február 1-én indult, és most 2021. január végével záródott. Ez egy lengyel-magyar partnerségben megvalósult Erasmus Plus által támogatott stratégiai partnerség projekt volt. A lengyel partner, akik Mravovóból, ez az ALE alapítvány, illetve itt Szegeden pedig az Alkotói Ifjúsági Alapítványa, közösen a D2 Ifjúsági Központ vállalta a magyar partnerséget, és összesen 12, 6 lengyel, 6 magyar fiatal volt, akit bevontunk a projektbe elsődlegesen. Ők, mint kis ifjú vezetők, toborozták később a saját csapatukat, és úgy valósították meg a saját elképzeléseik alapján a kezdeményezéseiket. Igazából ez a projekt erre fókuszált, hogy a fiatalok projektmenedzsment képzése, ami majd esetleg a későbbiekben, ami a távlati cél az, hogy ezek a megszerzett tapasztalatok, készségek a későbbiekben akár a vállalkozóvá válásukat, vagy a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket is segíti ezeknek a fiataloknak. A járvány mennyire szólt bele a ti életetekbe? A projektnek az első szakaszában 2019-ben még megvalósulhattak a mobilitási események. Ugye a fiatalok részt vettek 2019 nyarán 3 képzésen. 2 alkalommal mi mentünk ki a fiatalokkal Lengyelországba, egyszer pedig itt fogadtuk a lengyel csapatot. Ezek szerencsésen még létrejöhettek így fizikális formában, viszont a 2020-as évben már csak online találkozók voltak lehetségesek, illetve a fiataloknak is, ugye ők dolgoztak 19. szeptemberétől a saját maguk által toborzott csapatokkal azért, hogy létrejöhessenek ezek a kis események, amiket ők szerettek volna lebonyolítani. Hát ebben ez volt az, amit igazából a leginkább érintett ez a 20-as év, hiszen például az egyik, ami gyakorlatilag teljesen elő volt készítve, pont március 17-én lett volna, ugye 16-án volt az iskoláknak meg mindennek a bezárása, ugye a D2 is beleesett ebbe a zárásba, úgyhogy 3-4 nappal az esemény kezdése előtt kellett sajnos nem mondani, hogy ők nagyon sajnálták. A többiek azért későbbre tervezték, de szerencsére ugye a 6 magyar fiatal összesen 5 mini projektet valósított meg, ebből 3 a nyáron meg tudott valósulni személyes találkozással, 2 pedig, amik az őszre csúsztak, azokat már online formában valósította meg a két vezető és a csapatuk. Vannak már új terveitek? Új projekt esetleg?
Van most indulóban van egy olyan projekt, amiben még több ország szerepel, és ebben egy másik magyar szervezet, aki magyar partnerként ugye benne van a projektbe, mi pedig ilyen támogató partnerként megjelenünk, és ilyen bizonyos részfeladatokat mi is elvállaltunk. Ez egy ilyen gamifikációs, ilyen játékfejlesztéssel, a játék mint fejlesztésként használható eszköz ezzel foglalkozik. Úgyhogy ez még nagyon indulóban van, de nagyon várjuk, mert ez is izgalmas. Azért is, mert a szervezetünknek már van egy korábbi tapasztalata, egy lengyel-magyar, szintén lengyel-magyar, csak ez egy krakói szervezettel megvalósult szintén Erasmusos projekt során, ahol egy történelmi társasjátékot készítettek a fiatalok, és ez az Árpád ház is annak a korszaknak a lengyel-magyar kapcsolatait eleveníti fel, úgyhogy várjuk ezt a mostanit is. Gyöngyi, nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok nektek is. Köszönjük szépen! Köszönöm!